1000 évvel ezelőtt Gyenesdiás és a Balaton helyén a római birodalom helyezkedett el. A rómaiak egy hatalmas kincset gyűjtöttek össze az évszázadok során, amelyet Decebál dák király is meg akart magának szerezni. Ezért a rómaiak elásták a kincset a mai Gyenesdiás területén, ám a kincsnek Krisztus után 451 előtt nyoma veszett. Sokan próbálták megtalálni az évszázadok folyamán. Nagy harcok dúltak érte, de senki sem járt sikerrel. Egy kincs, amiért zsarnokok, fáraók, császárok, hadurak harcoltak hosszú évszázadokon át. És valahányszor kasztány cserélt, egyre nagyobb lett. Majd egyszer csak eltűnt. Jó, szerintem keresünk meg a kincset, amiről tegnap este a papa mesélt. Jó, ez jó ötlet. De hogyan fogjuk megtalálni? Úgy, hogy mi sokkal okosabbak és ügyesebbek vagyunk, mint akik eddig keresték, de a papáiknak ne szóljunk erről semmit. Jó. Jó. Anyatok, meg merre induljunk? Hát kéne valami jel. Papa tegnap azt mesélte, hogy Krisztus után valamikor 451 előtt rejtették el a kincset. De akkor még római birodalom volt. Akkor a 451-et római számokkal írták. Szerintetek hogy írták a rómaiak? Hát a D az az 500. Az LD az a 450. És az LDI az a 451. Ja, de ez még 451 előtt volt, amit úgy mondanak, hogy ante, tehát elég kell írni egy O. Oh, ez az Aldi! Akkor menjünk az Aldiba! Hurrá, Aldi! De milyen jel lett? Nem az volt, hogy a Balaton mellett látták el a kincset a rómaiak? Azt nézzétek, Balaton. Ó, ez Balaton, mint a bor. A kincshez vezető utat a rettenthetetlen páncélos őrzi. De ki lehet az a páncélos őrzi? Teknős béka. Balatoni. Nem is olyan rossz ötlet a Balatoni. Gyertek, menjünk! Jó! Ez valami latin felirat lehet. Hula látet, ubi gladius Attilae terram ferit. Érted, Péter, hogy mi van ide írva? Elhoztam papa a telefonját, majd lefordítjuk a Google fordítóval. A térkép ott van elrejtve, ahol Attila kardja a földet ér.
De hol lehet Attila kardja? Nézzétek, ott egy szobor! Mi volt a feliraton? Ahol a kard a földet éri. Nézzétek! Ez egy kincses térkép. Aztán ott a kincs! Elvezet minket az út a kincshez. A térképen római cserépedényeket és amforákat látok. És keressünk valahol kerámiákat. Én tudom a kerámiás, gyertek! Nézzük meg, mi van benne. Ez biztos jó lesz még valamire, vigyük el magunkkal. Rendben. Kéne találnunk valamilyen nyomot. Rendben, nézzük meg a térképet. Ez olyan, mintha az arany kapuját valami őrizni. De furcsa. Jó, tényleg mi ez a szobor? Az aranycsapat kapusa. Ez lesz az arany kapuőre, amit láttunk a térképen. Aztán itt van még egy titkos kulcs. Csoda gyönyörű faragás! Ez biztos lehet több mint 1000 éves. Vigyük magunkkal mind a kettő kulcsot, hát ha jó lesz még valamire. Jó. Arra menjünk tovább, amelyre a térkép mutatja. Nézzétek, ott a kincs a hegyekben, menjünk fel a bányába! Rendben? Jó. Nézzétek, itt az X! Igen! Szereztem dinamitot, robbantsuk fel! Ez jó ötlet, robbantsuk fel a kincs ajtaját! Aztán egy titkos alagút! Menjünk be! Jó, de szerezzünk előtt a fákját, hogy lássunk is valamit. Jó. Jó. Thank you.
oda menni. Ne félj, Virág, itt vagyunk veled. Gyertek, menjünk tovább, majd ha megtaláljuk a kincset, mi leszünk a leggazdagabbak a világon. Jó, akkor tovább megyek. Ajaj, itt egy fal, nem tudunk tovább menni. Nem baj, szerintem van rajta egy kulcsuk. Biztos most kell használni ezeket a kulcsokat. Először beszereztem az első kulcsot. Nézd, ez a második pont befér ide. Megtaláltuk a kincset! Azt, ez igazi arany! Nézzétek, ez a fáraó kincse! Azt, a gyönyörűek ezek az ókori keresztény festményemlékek, mindegyik színtiszta aranyjal van levetve. Vigyük haza, mutassuk meg mamáiknak! Te tényleg a gyerekek hol vannak? Legalább csönd van. Ez igaz, addig sincsen baj. Van ez a rengeteg kincs. Á, hosszú történet. Amúgy se hinnétek el. Ez a római kincs, egy kincses térképet találtuk meg.